Sziasztok! Kristóf, kockás ember. Ez pedig itt nem más, mint a pénteki chat. Itt van velem Bence. Szia, Bence! Sziasztok! Hello! A Fix Fan Photos-nak a kitalálója, remélem jól mondtam. Igen. Nagyon fölkapott téged mostanában a média, meg én is azért most már lassan egy éve követem a tevékenységedet. Fantasztikus képeket készít Bence, tehát nagyon jó termékfotókat, és ugye nyilván a legjobb témakört, különben mi is lenne kockás ember videó. És úgy gondoltam, hogy mindenképp itt az alkalom egy jó interjúra, hogy megtudjuk, hogy ez az egész inspiráció honnan jön. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Kezdjük az elején. Mi volt előbb? A fotózás, vagy a Lego? A Lego. Ugye gyerekként elkezdtem gyűjteni, értelemszerűen mindenkinek eljön az a rész az életében, hogy gyerekként mindenre Legót kell. Karácsony, születésnap, nem tudom, első volt kettőteli, hogy mindenre. És akkor ebből gyakorlatilag felhalmozódott egy elég szép gyűjtemény. Nem túl extra, Star Wars meg City. És akkor, mikor maga a gyűjtögetés már így abban maradt kicsit, ugye háttérbe szorult, utána jött a fotózás, abszolút nem ezzel a legós témával, hanem a klasszikusabb műfajokkal, és 3 éve kezdtem neki ennek újra, mert előtte voltak már így próbálkozásaim, de akkor se tudásom, se megfelelő eszközparkom nem volt hozzá, és hát amik készültek akkor képek, azok borzalmasak. Tehát ez ugye jó. És akkor 3 évvel ezelőtt nekifutottam újra, hogy na akkor adjunk ennek még egy esélyt, akkor készült el az első sorozat, és akkor tulajdonképpen így a Legóból jött tehát az volt előbb, és utána a fotózás, aztán elépült a Lego fotózás, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem termékfotó. Ez nem termékfotó, hanem ez a toy photography műfaja. Ugye a termékfotó arra van, hogy bemutassunk egy terméket, ami a Lego dobozokon van egyébként. Elnézze a dobozra, és látod, mi van benne, és el tudod dönteni, ott hagyd az összes pénzed a boltba, vagy sem. Az én képeimről ezt nem lehet, mert vagy eltakarja egy robbanás, a hóvihar, vagy fröccsenés, vagy egyáltalán kilóg a képből, vagy bármi, de nem is ez a lényeg, hanem narratívájuk van, és egy olyan fajta látvánnyal bírnak, mint hogyha igazi lenne, mint egy normális kép, tehát úgy is állok hozzá, olyan utómunkát kap az egész, nem az van az előtérben, hogy most minél jobban látja az adott készletet, hanem hogy összességében, mint egy fotó, mint egy látvány, mint egy ilyen fantázia világ életre kelljen. Oké, na most köszönöm a pontosítást, kezdjük itt. Egyébként pedig nekem sokkal jobban eladja a Legót az, hogyha valami szituációban van, és erre még a Lego is úgymond kicsit rájátszott, hiszen a régebbi Lego dobozokon mindig egy sztori volt a hátulján, meg a katalógusokban is mindig valami sztorit rakott bele, mint idézést. Igen, valami ilyen kis beállítás mindig szokott lenni a dobozokon, hogy üldözi egymás két űrhajó vagy valami, de hogy az igazából ilyen fehér körülmények, de vannak fotózva, be vannak rakva grafikailag, ki vannak világítva tökéletesen, és inkább csak egy jópofaság, de mint PR kampány egyébként jobban eladja a Legót, mert mondjuk erről lehet egy cikket írni, ez fölkelti az emberek figyelmét, de nem dobozra való. Tehát igazából ez a különbség a kettő között. Oké. Okay. Hogy jött a gondolat, hogy ilyen élethű szituációba tedd a Legót? És miért pont a Legót? Tehát hogy kerültél vissza úgymond a szokásos tínédzseres időszakból. Sosem nőttem ki belőle. Ez nagyon egyszerű. Nem kellett visszatalálni, mert még mindig ott vagyok. De amúgy annyi az egész, hogy hát ugye nyilván én ezeket ebből csináltam terepasztalt, ilyen berendezett jeleneteket, ugye akkor nem fotózni, csak egy ilyen ekkora asztalon, így végig volt a űrbázis, meg minden, amit akarsz. A másik pedig, ugye külföldön a tojfotográfia az régebb óta létezik, és volt előttem példa, hogy lehet ilyen képeket csinálni. Fogalmam sem volt, hogy, mert erről nincsenek oktatóanyagok, erről nincsen, tehát nincsen erről semmi, mert ez nem olyan műfaj, mint mondjuk a portré, vagy a tájfotó, vagy bármi, hogy fölmész, és gyakorlatilag az egész internetről szívhatod be az információkat, meg workshopok, meg mindegy, ebben nincs. Láttam ilyen képeket, azt láttam, hogy lehet ilyet csinálni, aztán hogy arról fogalmam sem volt. És akkor elkezdtem kikísérletezni, hogy hogy lehet hóesést csinálni, hogy lehet ez, hogy lehet azt. Menet közben ütköztem bele problémákba, amiket meg kellett oldani. De a mai napig ez van. Tehát most dolgozom ugye az Apollo 11-es sorozaton. Tegnap fotóztam a Saturn 5 kilövését, de azt megelőzte már, de ugye nem volt hozzá indító torony, tehát azt már nagyjából egy 2 hete építem hozzá kartonból.
meg már nem tudom hány tesztképet előttem, meg neki vesekedtem, hajnali 3-ig bénáztam vele, nem lett jó, ott kellett hagyni. Tehát a mai napig az, hogyha van valami új, ami még nem megy rutin, valami új, akkor az ott szembesülök, hogy most ezzel most mit? Ezt így most hogy? És akkor ott kell kitalálni, és ez az elejétől kezdve így van. Más-más szinteken, mert nyilván ami akkor okozott problémát, az most már nem. De ugye mindig kell valami újdonság, mindig valami plusz, mindig feljebb kell rakni a lécet, az viszont mindig új kihívásokat eredményez, úgyhogy ne próbáljátok ki otthon. Igen, pedig lett volna a kérdésem, hogy mit tanácsolsz majd, aki ebbe beleszeret, de ez majd ne siessünk ennyire előre. Okay. Szóval volt valami, azért találtál valami inspirációt? Tehát volt valami külföldi hasonló témakörben alkotó művész, aki tudtál esetleg kérdezni, vagy ötleteket szerezni, ha már ennyire hiányos a... Volt, tehát nyilván onnan láttam én is, hogy láttam külföldi képeket, de kontakt nem volt. Aha. Tehát, hogy nem tudtam senkitől kérdezni, tényleg annyi volt, hogy ott voltak előttem a képek a Google-be, és így tök jó, csináljunk valamit, de hogy meg merre, meg egyáltalán a világítás fényére, és honnan indulja, semmi, mindent magamnak kellett kitalálni tényleg. Ja, és ugye hiába van nagyon sok fotós ismerősöm, meg ugye kollégák, ugye senkitől nem tudtam segítséget kérni, mert senki nem csinál ilyet. Az egész országban nem csinál senki ilyet. Tehát abszolút nem tudtam kérdezni senkitől. De amúgy pont ezt szeretem benne. Itt nincsenek szabályok, nincsenek konvenciók, nincsenek elvárások. Ezen a szinten teljes szabadság van. Én alkotom azt, nem is alkotok szabályokat, mert magamnak sincsen szabályok, de hogy nincs olyan, hogy tudod, mint azt, hogy mit a portnál szemen kell lennie, érdemes az, hogy befele nézzem, hogyha néz valamelyre a képből, és semmilyen nincsen. Tehát itt ez egy teljesen új terület, és itthon amit akarsz. Nincs ízés, én tudom alkotni az egésznek a... hogy itthon mondjuk mit jelent a tojfotografi, vagy valami. Szóval, hogy ez így egy tök nagy szabadság, és ezt én szeretem. Mindjárt gondoltam. A szakmára tekintve, tehát fotózás a fő? Tehát igen. Amikor elkezdted úgymond gyerekként a fotózást, akkor az teljes mértékben szippantott, és abban az irányban tanultál, azzal foglalkoztál? Nem teljesen. Amikor elkezdtem fotózni 2007-ben, akkor ez nagyon hobbi volt, nagyon érdekelt, de akkor főleg a madarak, természetfotó, stb., mert én ornitológusnak készültem, ugye madarász, csak hát ilyen szak nem volt egyetemen, úgyhogy az ott bukott a dolog, de már akkor is ez a videóvágás fotózásom már egyre több hangsúly volt, és már akkor látszott, hogy hát inkább az lesz az erősebb, és akkor még teljesen tényleg átváltottam erre, és most fotózás a munkám, abból is élek, szerencsére most már magából ebből a Lego toy fotografiból is, tehát hogy vannak rendes megrendelések onnan, erről az oldalról is, de hogy tényleg mindent kitölt a fotózás. Tehát ha éppen nem géppel, akkor a blogon, ha éppen nem a blogon, akkor a csatornám, vagy Instagram, vagy cikkek, vagy bármi, tehát minden, tényleg minden kerül forog. Oké. Tehát mit értett az a csatornán? Tehát volna egy blogod, arra teszed fel a képeket az aktuális munkákról, meg ugye oda teszed fel a saját szórakozásra készített képeidet. Uh-huh. Akkor ugye mondtad a Saturn 5-öt, mint munka, de mit hívtál más csatornának? Csatornának YouTube csatornát értettem. Tehát a saját felkidójára gondolsz magyarul. Hát meg nem csak az, hanem vannak, mert ugye ott a csatornán ott az egy ilyen fotós csatorna, de azon vannak fotós túrák, hogy elmenjük a srácok a külföldi túrára, és akkor az ott elég, tehát egy ilyen, az is verkvideószerűség, de inkább ilyen utazó videó az egész. Amerikától kezdve, Ausztria, Írország, stb. Mindenhol mentünk, fotóztunk körbe, és ugye az egész... Tehát ugye egy utazás abból a szemszögből, hogy na akkor ilyen, amikor az ember tényleg fotósokkal megy, és tényleg egy fotós túra az egész, de akkor van az, hogy itthoni belföldi terepenrovat, amikor például bementünk egy hőerőműbe, és ott meg a hűtőtoronyba, vagy gangvadászat volt most a legutóbbi, hogy a Budapest gangok után keresgéltem, meg leses, madarászos videó, tehát itt ez amikor az ember lesbe, tényleg kimegyünk hajnalban, még tök sötét van, eltévedtünk a pusztába, a ködbe, úgyhogy minden ilyen fönn van. A legós verkvideók azért része, ja, és PS tutorial, Photoshop tutorial, tehát aki egészen az elétől, tehát akit például érdekel az, hogy kell egy képet kidolgozni, onnantól kezdve, hogy az életében nem látta még a Photoshopot, akkor is ott van az a videó, végig egészen fényelés. Szóval ott tényleg minden van, amilyen fotózás. Mert én igazából szeretnék segíteni azoknak, akiket ez érdekel, mert ugye nagyon mindenki fotós, nagyon könnyen hozzá lehet mehez férni, de nem sok anyag van mondjuk magyarul,
esetleg nem is annyira veszik ma az emberek a fáradtságot, de úgy voltam, hogy ezen rajtam nem újon, akkor adjunk lehetőséget is, aki akar, az tanuljon. Uh-huh. És ez így mind kényelmesen elfér a... Nem mondom, hogy kényelmesen, de elfér. Hát, hogy ezért van az, hogy valami, tehát, hogy most megy ez a Legos cumó, most akkor idén kevesebb volt az utazós videó, mert nem volt rá időm, most viszont annyi Legos megvert videó, ami nem. Tehát, hogy ez ilyen massza tekereg az egész, és éppen ahogy alakulnak, akkor azon van kicsit több hangsúly, akkor az, tehát ez ilyen, a rendszeresség az nem pont a jellemzője ennek a dolognak, pont azért, mert nem tudom kiszámítani. Most kicsit a munka részére. Mi volt az a pont, amikor megfordult? Tehát mikor már a szórakozásból már aktívan munka lett? Tehát már mikor megkerestek buszfotókkal, ugye itt lehetne hívni a Skodának a készült vagy hát fényképeit, aztán ugye most a Saturnőt. Tehát hol mi volt az a fotós adat, ami betalált? Most ez így kíváncsi. Nem tudom igazából, a kérdés jó, ezt még nem tették fel soha, és itt nem is tudom. Mert hogy alapvetően nem fordult úgymond el, tehát nekem ez a munka része is ugyanaz a szórakozás, ugyanaz, amit az imádok persze, a legelején. Csak hogy... De nem tudom, a legelső az akkor volt, mikor volt egy tavaly előtt, amikor a Lego megkeresett egy azzal, hogy a Microfighters, új Microfighters készletüknek kell egy promó. Az is volt? Igen. Kell egy promóció, az a Sirius-szal csináltuk ugye együtt videóval meg mindennel. Aha. Ez most is egy ügyelet, ez az Apollós. Az ott az első ilyen megrendelés, utána a Skoda, az tavaly jött, amikor publikáltam a Derkes cikket, ez az elmúlt, mit tudom, akkor két évből a képek és hogyan készült részek, és akkor Indexről találta meg, de igazából ezek így, nem tudom, mert így, Egyszer csak írnak, és akkor megtalálnak úgy, mint például most a másik az meg, amire még egyre várok, és ami megint egy teljesen új dolog lesz, hogy egy ilyen svájci óragyártó cég talált meg a modellautós képekkel kapcsolatban, hogy kéne, mert nekik olyan órájuk van, amiket ilyen sportautók inspiráltak, és hogy azokkal kéne így, hogy egy képen az autó, meg az az óra, amit az inspirált. És na, ez például most megint egy új lesz, mert nem tettem még bele kezet. És ez már tető alatt van? Tehát, hogy már el van döntve, alá van fülke a szerződés? Elvileg igen, most várok arra, mert tőle megrendelték a képeket, viszont egy másik embertől megrendelték a modellautót magát. Aha. Tehát azt én most jelenleg is csinálj, olyanra festi le, mint az óra, meg stb. Tehát ez is egy kézműves rész lesz benne. Úgyhogy ez egy ilyen nagyobb projekt, de nem is baj, hogy átcsúszott most így őszre, mert nem tudom, mikor csináltam volna, meg most nyáron, szóval. De. Kíváncsi leszek rá, hogy ez mikor, és tudom még pontosan. Szuper. A munkán kívül van azért olyan, úgymond vágy, amit szívesen megalkotnál? Tehát van valami, amit... Mármint, hogy nem megrendelésre? Igen, régi projekt, ami saját szórakozása. Van. Meg rettenetes. Publikus, persze. Igazából rettenetesen sok. Tehát azt hinni az ember, hogy van egy pont vége, de nincs. Igazából mindig az van, hogy persze, még ezt is kéne, meg nagyon sok olyan kép van, ami eszembe jut. Ugye most van egy, amin dolgozom, az egy ilyen kicsit westernes téma lesz, ilyen bányás dolog, ilyen képregényesszerű, de ez még egyáltalán nem publikus, még igazából nincs is kész. Egyelőre eltelt 3 hónap a díszletépítéssel, és most nem tudom folytatni, mert ugye benn vannak a munkák, meg ezek. Nincs rá időm, de hogyha az elkészül, az megint egy teljesen más. Tehát az olyan lesz, ami még nem volt. Nem kíváncsi leszek, mi lesz a fogadtatása, de az egy nagyon nagy munka. Tehát az egy Bele sem ezt gondolni. Nem, tényleg. Tehát azt elkezdtük tényleg csinálni, a díszlet nagy része már megvan, tulajdonképpen az úgymond a neheze, ha úgy lehet mondani. Megvan, nem tudom, kb. 10 oldal szöveg, vagy mennyi, nem tudom. De hogy ez mikor, meg hogy lesz, az fogalmam sincs. Tehát akkor ha már szögben hozzá, akkor ezt nagyon mondhatni képregény lesz belőle? Vagy hogyan fogod összekötni a szöveget a képekkel? Vagy ez a terv, ez a kicsit ilyen képregényes verzió, de ugyanakkor benne lennének teljes képes, nagy képek, amik ugye eddig is voltak, ezek a tényleg minden részletében kidolgozott. Ez még részletkérdés, ott még nem tartok, de egyelőre tényleg nem merek egyelőre így belegondolni. Ilyenkor nem is szabad, csak csinálni kell, amikor így, van idő. Van, mert... meg hát még csomó más, tehát annyi készlet van, annyi jó. Ugye van, akkor van nekem ilyen visszajövőben, Dolori nem is.
Igen? Azzal is kéne valamit csinálni, ilyen átéptet. Annak sok lehet. Nincs vége igazából, tehát nincs vége. Ha nincs éppen olyan LEGO set, ami kéne, akkor csinálok hozzá díszletet, vagy hogyha van, akkor... Meg mindig jönnek ki az újak. Tehát mindig dobják ki az új setteket, és csak én nézem, most például a lombház. Hát igen. Hát meg akkor... Még nem tudom, mi jött most ki? Várja. Hát meg aztán... Jött most ki... Ja, a Friends, meg a izék, szóval... Tehát úgyse hagynak, mert nem. Mindig itt... Nyugi van, nesze új szed, tessék, csorgasd a nyálat, csinálj valamit, igen, tessék. Igen. Amint egy kicsit vastagabb a pénztárca, ó, nagyon jó, akkor adunk már, hogy kész. Persze, igen, volt pénz, nincs pénz, igen. Így van. Tehát ha már LEGO, akkor ugye mondtad most ez a lombházat, meg a Friends készletet, van azért, amit úgy szívesen figyelsz? Tehát például most jön ki a már ugye Star Wars, hogy most jön ki az új... Jaj, hát abban bele sem bele gondolni, mi lesz így decemberben. Jézus ereje, hát akkor a Star Wars a kedvenc, szóval ott vége. Az már hát ráadásul az októberbe fog égni. Ja, és jaj, nem, és akkor most jött ki a csillagromboló. Az így. Az ipari. Az ipari, igen. Amiről beszállhatsz meg. Igen, tehát hogy ezek... Amik vannak ilyenek... Mi az, ami figyelsz? Tehát a Star Wars, ezen kívül mi az, ami... Figyelek igazából, amit nagyon szeretnék egyszer fotóni sorozatban, az a UCS Millennium Falcon. Az egy nagyon nehéz meló lesz, mert az megsúgom neked alkalmast így, hogy azt megfogod, és örülsz, hogy nem esik szét. Tehát igen, legyen egy helyben, de arról olyan képeket lehet, amikor ugye ott a minokokkal vannak benne, hánik, abban a nagy földi glisztába beszállnak. Na és akkor képzeld, ott van ez a cucc, ugye mivel nagy látószögön frankon be lehet torzítani, mert ugye az már akkora az arány, hogy ott már tényleg el tud ezt a fajta nagy látószögű, tényleg valós látványt érni, mert ugye amikor kicsi, akkor gyakorlatilag nincs ez a perspektikus remédés, sokkal kisebb. De ennél basszus, hát ennél a ebédlőasztalnyi cusznál, hát ott már megvan rendesen a húzás, és ott befújni egy kis füstöt, kis ködös ízét, és akkor csak egy kép, tehát mennyi mindent lehet azzal csinálni. Belülről, kívülről, vége, tehát ez... Szerintem, hogyha ezt szeretnétek látni képeket, akkor nyugodtan videó alatt kommentbe, hogy mindenképp. Hát szervezünk gyűjtést, akkor mindenki adjon be egy ízét, és akkor lesz a olyan zsor. Pláne. Térjünk át a technikai részére, uh-huh. Hogy ugye, ha én most, mint full of amatőr, pénázó kis telefonnal szeretnék képeket készíteni, akkor mit ajánlasz? Hogy kezdjek hozzá? Mi az, ami... Hát itt a telefon azért nem játszik igazából, mert minden képhez én vakut használok gyakorlatilag. Van egy-két kivétel, amikor folyamatos fényel van hátulról, de az az igazság, hogy tehát itt a telefon... Az kevés, magyarul. Igen, mert főleg az, amikor mondjuk mélységélességgel, De más esetben, meg ugye ott az egész kioldás, meg minden, szóval ide az a baj, hogy ehhez itt nem tudom elképzelni, hogy itt telefonnal kifejezetten vannak olyan lehetőségek, amikor mondjuk például kivittem egy naplementés képre mondjuk az Old Fisherman Fisher Store-t, hát az megint egy gyönyörű készlet, csak abból az egy készletből kijött egy teljes sorozat, abból az egy házból. Na most ott egy állványra rakott telefonnal több expóból össze lehet hozni, hogy nagyjából úgy kijöjjön, de összességében én a telefont itt nem igazán tartom opciónak. Noha tudjuk már, hogy mennyit fejlődtek, és hogy sok mindent eddig se gondoltuk, hogy meg lehet csinálni telefonnal, de most már meg lehet, de itt valahogy pláne ugye a vakuszinkron miatt itt annyira igazából nem. Ami igazából a legfontosabb, hogy ehhez senki ne kezdjen úgy hozzá, hogy még kb. Nem volt gép a kezébe, és akkor kezdjünk neki, mert ez gyakorlatilag... Itt, mivel semmi nem adott, az egész képet neked kell megteremteni a környezettel együtt, az egész képet uralni kell, minden részét, komponálás, fény, effektek, stb. Uh-huh. És itt egyszerűen arra van szükség, hogy egyrészt el tud már képzelni fejbe rögtön, hogy milyen képet szeretnél, megjelenjen fejbe, hogy nézzen ki, és azt tudd előre nagyjából, hogy akarod megcsinálni. És itt nincs, tehát itt nagyon fontos, és főleg azért, mert itt ezeknél a képeknél a fényel is a legfontosabb. Elemezni kell gyakorlatilag, hogy ezen a képen mi érzem, azt mondjuk, hogy ez egy játék, és ezen miért nem. Miközben semmi nem változott, csak a fényeket pakolgattuk ide-oda. És egyszerűen minimális, vagy nem is minimális, hanem egy erősebb, alapvető olyan tudás kell, hogy világíts be valamit, a fényekkel való játék, hogy mitől derítés, vissza, stb. Tehát, hogy... Nem ezzel ajánlatos szerintem kezdeni, hanem amikor már van egy biztos alap,
és megvan az, hogy kezdett záridőt, blendét, izót, nagyjából komponálás dolgok, akkor az egy kicsit ilyen extrább dolog, már meg ugye utómunka a Photoshopban nagyon fontos, mert ugye a gép előtt csinálom meg azt, hogy fröccsen meg minden ilyen effektek, de utána az, hogy az egész egy ilyen filmes, cinematikus fényelést kapjon, meg színállítást, meg stb., az ugye Photoshop utómunkába kerül rá, és sokszor ez is 3-4 órát igényel. Tehát az is nagyon kell hozzá. Úgyhogy igazából ezt én már egy haladóbb szintre tenném kezdésnek. Tehát nem ezzel kezdeném. Akkor így álljatok hozzá. Mert én is elkezdtem ezt, mikor teljesen kezdő voltam, fos is lett. Tehát, hogy tényleg ez ilyen, mert ez... Itt egy miniatűr valóságot kell csinálni. És először a valóságban kell tudni megcsinálni a dolgokat, és utána lehet mindezt elemezve újra kreálni a nulláról. Akkor most inkább az én kíváncsiságomat lőjük el. Az inspiráció honnan jön? Tehát vannak ugye a munkák, az ugye nyilván fix, meg ugye azért mondjuk oda is kell valami kitáció, olyan valósítsd meg a képeket, például ugye a Saturnetnél, hogy a... Ezek teljesen kötetlenek egyébként, tehát megvan adva, hogy kéne egy ilyen sorozat, leadom azt, hogy mire gondoltam, egy ilyen vázatot, egy briefet, és ugye leokézzák, akkor mehet, de nem szól be senki. Tehát például a Microfightersnél hogy jöttek az ötletek? Például a lezuhanó TIE Fighter, vagy a... Hát ott ugye alapul vettem, akkor jött ki a Star Wars 7, ugye előző decemberben, és akkor abból vettem ki, mert ugye ahhoz 7-es széria volt ez, tehát ahhoz kapcsolódott, és akkor ugye a becsapódott TIE Fighter az volt a filmben, nem ebben a formában, de az adott egy plusz inspirációt. Akkor összeszedtem még egy-két képet így a filmben, amiket elküldtem vázatnak, hogy mondjuk ilyesmire gondolok, és akkor olyasmi lett összerakva. Aztán volt, amikor az a Kylo Ren-es izé van, az meg teljesen fiktív, mert az nem történt meg a filmben, de valahogy egy képre kellett rakni azt a szettet, és akkor meg kitaláltam egy ilyet. De hogy ez így kötetlen. Oké. A háttér. Tehát most arra gondolok, hogy ugye én azt gondoltam volna, hogy a hátteret, például mondjuk az utcát a kocsidnál, vagy mikor a háborús képeket készítetted, akkor ott is megjelenik a Lego elemek, de azért nem azt használod a többségében. Még például most mondtad a Saturnetnél, hogy a kilőállomás az is kartonból raktad össze. Tehát hogy az ötlet, miért választod a nem legós opciókat háttérnek, illetve a tapasztalat honnan jön? Tehát például azért, hogy most mit, hogyan fest, mivel fest, hogyan alakíts ki a sziklákat, teszem azt, hogy volt a Mertz is fotósorozat, meg a posta, hogy a lezuhant TIE Fighter-t említettem ott, hogy a porcukor, hogy a hóként való megjelenítése. Ugye ezek tapasztalat, tehát már régóta modellezel, vagy ez inkább utána olvastál, vagy ez hogy? Az egyik legfontosabb magyarázat, hogy miért nem Legót használok ezekhez a dolgokhoz, mert nincs annyi. De hát ez gyakorlatilag ennyi. Másrészt pedig igazából pont azt szeretem benne, és igazából akkor sem használnék Legót kifejezetten, hogyha lenne, mert így a környezet tényleg baromi valós tud lenni, és én leginkább a figurákkal operálok. Tehát meg én nem építő vagyok. Tehát én nem is biztos, hogy ezeket meg tudnám építeni, mert az egy külön műfaj. Aha. Tehát mert ugye tudjuk, hogy ezek a mokok, ezek mennyire durvák tudnak lenni. Na, én ahhoz nem értek. Én azt nem tudnék olyat építeni, vagy csak nagyon keservesen és nagyon hosszan. Addig már kétszer felépítem bármi másból. Másik meg ez a kézművesség, ez igazából nekem gyerekkorom óta meg még a családba. Ugye papáméktól, saját apumon keresztül másinesztő. Tehát ez a barkácsolás, a papírral való dolgozás, ez nekem gyerekkorom óta bennem van a családban, és nagyon-nagyon sokat tanultam onnan. Festés, összerakás, minden, szóval, hogy az meg a szerszámok, hogy szóval igazából ez szintén az ott volt. Nem emiatt, hanem ez így volt, és most jól jött. Hát most igen. Most volt a megnyitója a kiállításnak a MOM Kultba, ahol én is ott voltam. Megkerestek, vagy hogy jött, vagy ez az egész így? Egy fotós kollégán keresztül adódott a lehetőség, én pedig nyilván éltem vele, és nagyon szépen köszönöm ez úton is a MOM Kultnak. És igen, ott volt a kiállítás, ahol ugye voltak kiállítva Lego szettek is, meg minden. És bár maga a megnyitó az már ugye elmúlt, de azt azért még szeretném megemlíteni, hogy itt ezzel úgymond nincs vége a dolognak, mert egyrészt nyilván akit érdekel ez az egész, az tudom ajánlani, hogy menjen és nézze meg, ugye nagy vászon képekben van mind a modellautó, mind a legós képek. És
két fontos dolog is van. Még az egyik, hogy a névcipkéken mellett egy QR kóddal rögtön meg is lehet nézni, hogy ezek hogy készültek. Ugye rámentek, beolvassátok, és rögtön indul egy videó, egy cikk vagy egy kép a VEC-ről, tehát rögtön meg tudjátok nézni, hogy készült az adott kép. A másik pedig, hogyha szeptember végéig, mert addig van a kiállítás, csináltok ott egy képet, lefotózzátok az egyik fotót, vagy csináltok vele egy selfie-t, vagy valami, és mondjuk Instán feltöltítek a FixFanPhotos hashtaggel, nem tudom, azt meg kiírjuk esetleg ide alulra. Mindenki. Akkor a hónap végén egy sorsolásban meg lehet nyerni az egyik ilyen 50x70-es nagy vászonképet. Na, akkor mindenki irány momkult. Meddig van nyitva, meddig van kinn a képek? Egész szeptemberben, tehát elvileg október 1-én lesz a bontás, de hogy 31-én még ott lesz minden. Na, akkor van egy egész hónapotok fényképezgetni, hajrá! Jó, én nagyon szépen köszönöm neked a interjút. Ha bármilyen kérdés úgy gondolhatok, hogy még mindenképp föltenjétek Bencének, akkor ahogy szoktátok a videó alatt kommentben meg tudjátok tenni. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, a következő videói pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jó kreatek! Sziasztok! Hello, sziasztok!